dugós réteg, és a bevonat csokoládéból, meg csoki pasztilla, meg egy ilyen aranymagyaró. Már tele van a pult az ország tortájával itt a Zöldházak cukrászdában. Napok óta azon dolgoznak a munkatársok, hogy mindenkinek, aki szeretne, jusson belőle. Idén a koronavírus helyzet miatt az ingyenes kóstolási lehetőség elmarad, de vásárolni természetesen lehet. Ma 19-ét ugye kapható az országtorta is, és a hosszú hétvégén is folyamatosan nyitva leszünk, várjuk a vendégeket, készítettünk, és hát nagy örömmel és szeretettel fogadjuk őket. Az ország tortája versenyt 14 éve hirdeti meg a Cukrászipartestület államalapítás ünnepe augusztus 20-a tiszteletére. Idén a tápiószecsői Hisztéria cukrászda mester cukrásza nyert a kíváncsiság nevet viselő tortával. Minden évben egy Magyarországra jellemző gyümölcs a fő alapanyaga az ország tortájában. Volt már barack, szilva és mák is, most pedig a birsalma. Van benne egy birsalmás réteg, van benne egy tejcsokoládé és mogyorós ropogós réteg, tartalmaz egy mandula musszot, egy mandula, könnyed mandula habot, illetve a piskótája is mandulás. Az újszerű izgalmas ízkombináció hamar rabulejti azt, aki megkóstolja a tortát. Ez azoknak is elnyeri majd a tetszését, akik nem szeretik a túlságosan édes desszertet. Nagyon jól fogyasztható, mert a cukormennyiség gyakorlatilag a rétegbe abszolút kiegészíti egymást, tehát hogyha egyszer esszük a réteget, akkor abszolút nem érezzük úgy, hogy ez most egy ilyen csömör torta lenne. A musz különösen egy nagyon jó textúrát ad a dolognak, és ezáltal egyáltalán nem érződik a torta édesnek, amennyire kell, annyira édes, de abszolút nem csömör, és teljes mértékben nyugodtan fogyasztható, hiszen nem érzel azt az utóízt utána, hogy hú, ez most nagyon-nagyon édes lett volna. Az ország tortája tehát mától az arra kijelölt cukrászdákban vásárolható meg. Cegléden két helyen, itt a Zöldházak cukrászdában és az újvárosi Békebeli cukrászdában kapható.